Egy héttel korábban tartotta meg rendes ülését a bátaszéki képviselőtestület a közelgő választások miatt. Több mint 20 napi rendi pontot tárgyaltak meg. Azt gondolom, hogy a legfontosabb feladatunk a TOP plusz pályázatoknak az előkészítése volt. E tekintetben is több témában hoztunk döntést. Ugye a képviselőtestület néhány hónappal korábban első helyre rangsorolta az idősek nappali ellátását biztosító új épületnek a létrehozását. Erre vonatkozóan korábban megbíztunk egy tervezőt a megalapozó dokumentumnak az elkészítésére, amelyet elkészített és be is terjesztettünk a képviselőtestület ülé. Igen élénk vita alakult ki napirend kapcsán, hiszen a mostani árak figyelembevételével a tervezői költségbecslése ennek az épületnek mintegy 650 millió forintra prognosztizálható. Ugye a pályázati lehetőség alapján 400 millió forint az a maximálisan elnyerhető összeg, amely rendelkezésre állhatna egy sikeres pályázat esetén. A vita abban alakult ki, hogy a Fidesz frakció részéről a szakmai program átgondolását fogalmazták meg, nevezetesen, hogy esetleg csökkentsük az ellátottaknak a számát, és úgy alakítsuk ki az új műszaki tartalmú épületet. Hát meglátjuk, most a tervezővel újból fölvesszük a kapcsolatot, megnézzük, hogy hogyan lehet még a műszaki tartalmat úgy csökkenteni, hogy a mi elképzelésünk szerint továbbiakban is legalább 30 nappali ellátásban részesülő idősnek és 10 demens ellátásban részesülő idősnek az ellátását tudjuk ebben a korszerű épületben majd biztosítani. A képviselőtestület abban már régebben megállapodott, hogy az új épületet is a Vörösmarty utcában szeretnék létrehozni. A meglévő épületnek a lebontásával, mellette lévő területeknek a megvásárlásával, ahol mintegy 650-700 négyzetméter alapterületű új épület kerülne létrehozásra. A vita abban is volt, illetve nézetkülönbség, hogy több képviselő azt mondta, hogy úgymond a gombhoz varjuk a kabátot. Tehát ha 400 millió forint áll rendelkezésre, akkor ennek megfelelő műszaki tartalmat próbáljunk kialakítani. Nekünk az a szakmai álláspontunk, hogy ekkora összegből jelen építőipari árak mellett egy olyan létesítményt, ami a 21. századi kor színvonalának megfelel, és az általán említett közel 40 embernek a gondozását tudja biztosítani, nem lehet megvalósítani. De majd a szakma természetesen erre megadja a megfelelő választ. Azonban egyéb fejlesztéseket is terveznek a városban a TOP plusz segítségével. A belterületi utak pályázathoz kapcsolódóan megbízunk tervezőt, hogy készítse elő a pályázat benyújtásához a szakmai anyagokat. A volt és korábban rekultivált hulladéklerakó kapcsán kell még egy munkafázist megvalósítsunk, erre is megbíztunk tervezőt, hogy ezt készítse elő, melyet szintén a TOP pluszban szeretnénk majd megpályázni. Van egy illegális hulladéklerakunk, amelynek a felszámolásához szeretnénk TOP pluszban pénzt elnyerni. Ide is kellett egy tervezőt megbízni, hogy ezt is elő tudjuk megfelelően készíteni. Illetve az idő a városi óvoda keretein belül működő konyha pályázatunknak az előkészítésére is megbíztunk egy tervező csapatot. Ezek az anyagok rövid határidőn belül el fognak készülni annak érdekében, hogy minél több forrást tudjunk Bátaszékre hozni ezeknek a feladatainknak a finanszírozására. A településképi szabályozásról is tárgyaltak a képviselők a testületi ülésen, és arra jutottak, hogy ha a lakossági kezdeményezési eljárás is jóvá hagyja, akkor módosítják a településképi rendeletet. Az elmúlt időszakban érzékelhető volt, hogy a település lakossága a kerítések, illetve a kapuk készítésében már másfajta anyagokkal dolgozik. Tekintettel arra, hogy olcsó és esztétikus, nevezetesen gyakorlatilag azok a trapézlemezek, amelyek most már kereskedelmi forgalomban is találhatók. A településképi rendeletünk eddig tiltotta ezeknek az anyagoknak a használatát. Most a módosítással olyan elképzelésünk lenne, hogy az építészeti szempontból védendő városrészek tekintetében továbbiakban sem engednénk meg ezt a fajta anyaghasználatot. Kossuth Lajos utca, Budai utca, Szent István tér, Szabadság utca, hiszen ezek olyan építészeti elemeket tartalmaznak, amelyek hosszú évszázadok óta alakultak ki, amelyeket továbbiakban is védeni lenne célszerű, míg a város további egyéb részén gyakorlatilag lehet majd ezeket az anyagokat használni.
illetve egy kicsit lazítanánk azon a szabályon is, hogy milyen cseréphíjazatot lehet használni, és milyen épület elemekre a város központi részén. Itt is továbbiakban is azt tartanánk célszerűnek, hogy az építészeti stílus megtartása érdekében elsősorban vörös árnyalatú cserepet használjanak majd az építetők, de ezeket a cserepeket csak olyan homlokzati elemeken kell majd használni, ami utcáról látható. Minden olyan épületrészen, ami a telken belül már nem látható utcáról, ott már kedvezőbb és más anyaghasználatra is lesz lehetőség, pont azért, hogy a költségeket lehessen ilyen értelemben egy átépítésnél megfelelő módon kezelni. Ezek a szabályozások is csak a védett városrészre érvényesek. A település más területein bármilyen tető felhelyezhető az ingatlanokra. A testületi ülésen szóba került a jubiláló testvértelepülési kapcsolatok méltó megünneplése is. Kisebb mértékben, de egy szüreti programot is szerettünk volna szervezni, aminek meglettek volna a hagyományos elemei, nevezetesen gézanapi felvonulás, szüreti felvonulás, helyi társcsoportoknak a fellépése, de szerettünk volna gyakorlatilag egy olyan programelemet is beleépíteni a napba, ami egy kicsit könnyedebb szórakozásra is lehetőséget adott volna a bátaszékiek számára. A képviselőtestület végül is úgy döntött, hogy konkrétan a települési partnerségi program megünneplésére adja meg a lehetőséget, ami azt jelenti, hogy pénteken ünnepi testületi ülés, protokollális események, amelyek ezt az ünnepet megünneplik és megerősítik a testvértelepülési kapcsolatot, majd szombaton szüreti és gézanapi felvonulással és helyi csoportok részvételével egy minimális szabadtéri program kerül megrendezésre, és ehhez biztosította a megfelelő fedezetet. Ami azonban már biztos, hogy a 6. bátaszéki bornapokat nem tartják meg, mert az orosz-ukrán konfliktusra hivatkozva nem támogatta a képviselőtestület a megrendezését.